Sziasztok, Gégy vagyok, és most ismételten egy ilyen vasúti vloggal jelentkeznék nektek, mert régen volt, meg mert összejöttek a témák hozzá szerintem. Itt a hátam mögött látszik a gyereknek a hátizsákja, meg a mini, <laughs> meg vasútat érinti dolgot egy, egy párna, meg ott vannak fönnmozdulóiok. Na, mindegy. <laughs> Komolyra véve a szót, hogy a két dologról szeretnék most beszélni. Egyrészt kicsit itt a Facebookos csoportban elszabadult indulatok, meg a hozzátartozó dolgok, meg egy kicsit így a pályavasútról, a másik pedig a 40A felújítás, amiről szeretnék beszélgetni. Na, szóval, első téma ugye Facebook. Miért, miért kell erről beszélni, vagy miért akarok én erről beszélni? Ugye az a nagy helyzet, hogy Facebookon van több vasútos csoport, van a vasútrajongók csoport, van egy olyan csoport, ahol csak vasutasokat vesznek föl, de, de nagy, részt, nagy részt azért már pályavasút dolgozók vannak benne, meg van olyan csoport, ahol meg ugye gyakorlatilag csak magánvasutasok vannak, és hogy itt a az átjárás azért van a csoportok között, ugye én is benne vagyok mind a háromban, és igazából én azt hiszem észre, hogy ha a vasútrajongók csoportban, vagy ebben a magánvasutas csoportban, hogyha van akármilyen kritika megfogalmazva a máv szemben, akkor ott helyben a csoportban is, de ebben a vasutas csoportban is, ahol ugye főként más dolgozók vannak, direkt nem mondok csoportneveket, ott kapásból elmegy az, hogy hogy hívhatja magát vasútrajongónak, meg szégyen, hogy vasutas, stb. Azért, mert kritikát fogalmazott meg a MÁV startal vagy a MÁV pályavasúttal, vagy úgy összességében a mával szemben. Na most azt kell mondjam, hogy hála a magasságosnak a vasút nem egyenlő a mával. Tehát ezt szögezzük le. Ugye pályavasút terén is van ö, idézőjelben alternatíva, mert ugye a is ugyanúgy pályavasút fenntartó, mint a MÁV Akkor ugye személyszállításban is ott van a gyesev, meg a MÁV nem csak a start létezik. Tehát ö, Igazából az van, hogy szerintem van még mindig egy réteg itt a vasúti végrehajtói szolgálatban, akik még nem, nem teljesen fogták föl, hogy már nem nagy máv van. Tehát ugye most már a start különcég, a pályavasút különcég, meg ezer apró cégre fel van szabdalva már. Igaz, hogy egy holdingon belül vannak, de attól még nem egy cég. Tehát mai napig hallok olyanokat, hogy ha téged behoznak, akkor a mi, vas, a mi, mi vonatunk hová jön be. Mondom, milyen ti vonatotok? Hát a kargós vonat. Tehát könyörgöm. Real Cargo Hungári az osztrák tulajdonú cég. Magyar, magyar állam tulajdonában áruszállító vállalat, egy SF Cargo van. Tehát, hogyha azt akarod mondani, hogy a mi vonatunk, akkor inkább, az inkább egy SF Cargo, mint a, a hungárja. Hungária. Egy másik probléma ugye, hogy nagyon-nagyon régen került egy ilyen vonatfontossági sorrend megállapításra, még abban az időkben, amikor személyvonat alig volt, és egy seggét értek a tehervonatok, de úgy kell elképzelni, hogy mentél egy állomást a tehervonattal, álltál három órát, megint mentél egy állomást. Tehát így körülbelül megtettél 30 kilométert egy 16 órás szolgálatban. És akkor született egy ilyen vonatmotossági sorrendű képződmény, ami sajnos a mai napig sok emberek fejében benne van, az utasításból már kiszedték. Most ezzel az a baj, hogy megállok a tehervonattal egy vágányú pályán, de akár két vágányon is, és hogy úgy megkérdezem, megmerem kérdezni, telefonálni merek, és megmerem kérdezni, hogy ugyan már mikor megyek tovább. A válasz az, az az, hogy majd a személy után, de mondom százas tehervonat, nem ér utána a személy, de vonatfontossági sorrend, és rámcseszi a telefont. Tehát ugye ez egyrészt arról is szól, hogy szalik bele az egészbe, és jó neki, hogyha a tehervonat később megy, másrészt meg egész egyszerűen lustaság, vagy, vagy nem törődömség, vagy nem tudom micsoda. Tehát ez a is sorrend, aki nem tudná, ez úgy néz ki, hogy úgy kezdődik, hogy védett vezetői külön vonat, vagy magyarul kormányzati vonat. És akkor utána jön az, hogy Eurocity, Euronight, Intercity, nemzetközi gyors vonat, belföldi express vonat, gyors vonat, személy vonat, szerelvény vonat, mozdony vonat, és utána jön a nemzetközi konténer vonat és akkor utána jön a nemzet, utána jön a rola, utána, az sincs már, utána jön a nemzetközi tehervonat, és akkor utána jön a belföldi tehervonat, tolatós teher. Tehát így a tehervonat, az így, ez a vonatfontossági sorrend alapján, ez így a tápláléklanc alapján van. Tehát ez már nincsen, csak ugye az emberek fejében ez, ez, még megmaradt, ugyanígy, hogy ez a, egy, egy cég a MÁV, tehát a, ez amíg a ez a régi vasútas, aki még ugye 20-30-40 éve forgalmista, vagy vonalirányító, vagy akármi, tehát még ez a réteg megvan a vasúton, addig mondjuk szerintem nagyon változás nem lesz, addig simán lehet, hogy másfél órára félre csapnak, mert azt mondják, hogy majd a személy után. És ez így szerintem azért elég gáz. És a másik az, hogy ugye megszólnak, ha kritika van a mávval szemben. Na most, hát hogy mondjam, Jelenleg úgy néz ki a dolog, hogy megy a már start, aztán majd utána mindenki más. A probléma az az, hogy minden más, mindenki más is ugyanolyan fizető ügyfél, mint a más start. Ugye a más startnál ráhúzzák, hogy közszolgáltatást végez, és ezért ugye baszolgatás van. Tehát ugye start baszolgatja a pályavasutat, a pályavasút érdemben nem csinál semmit, csak baszolgatja lefelé a középvezetőket, a közéfezetők baszogatnak lefelé, és végül az egész ostor mindig a forgalmistán csattan, és ezért van az, hogy nem megyünk sehova, mert jaj, ne verd el a személyvonatot. Pedig még a kanyarban sincs a személyvonat, de majd utána. Tehát ez elég idegesítő. A másik meg, hogy nem képesek um, kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani. Az egyik nap 7,5 óráig tart egy 250 km-es út, ami eleve tré, de ugye mondjuk a 250 km-ről 180 km egyvágányú pályán megy, az utolsó szakasz meg még ráadásul állomástával is, tehát ez, ezt így engedjük el. De az, hogy az egyik nap 7 és fél óra, a másik nap 9 óra, tehát azért, mert más a forgalmista, vagy mert más vonalirányító, ez azért szerintem elég tré, és ugye ráadásul ez az egész van egy ilyen értékelési rendszer a pályavasútnál, és ugye majd kiavítotok, a rosszul tudom, de itt egyetlen egy dolgot néznek, hogy mennyire verted el a személyvonatot. Tehát nem érdekes, ha ott át négy órát a tehervonat, nem vertél el a személyvonatot? Nem, akkor te vagy a legjobb forgalmista. Elverted két percet a személyvonatot, mert kimerted elé rakni a terhet? Hát te szar vagy. Tehát így értitek a ellentmondásokat a rendszerben és úgy mindenki tudja, hogy ez így nem jó, de hát ugye sok a szarok bele ember, és akkor ugye így járunk. De azért engedtessék már meg, hogy ugye vasútvállalatból szerintem már bőven 50 fölötti darab van, ugye amiben mondjuk beletartozik a Mavep meg a, a, Start, meg nem tudom, hogy a trakciónak, meg a ilyeneknek megmaradt a vasútvállalati kódja, meg ilyenek, de azért Na, szóval a starton kívül van még bőven vasútvállalat Magyarországon, és azért nem a tart az Isten, azért mert közszolgáltatást végez, az egy dolog. De ha értelmes időben átférne az a tehervonat, akkor miért kell szopatni egy órát csak azért, mert hogy jaj, jön a személyvonat, jaj, jön az IC, mit tudom én. Szóval, tré. Na, ennyit a... a pályavasútról, ez nyugodtan értelmesen kommentekben hozzá lehet szólni, ez a nyázós kommenteket simán ki fogom törölni. Tehát nem érdekel. Normális, rendes hangnemben lehet vitát folytatni, lehet tapasztalatokat megosztani, lehet ötletelni, de az, hogy rohagy meg magánvasutas, ez, ez nem. Tehát ez, ez simán fog kerülni az ilyen komment, nem érdekel. Tehát akinek ennyi az értelmiségi szintje, az az na, na, az ne ezen kész, ennyi. Más nem tudok rámondani. Na, akkor, hogy itt 10 percet beszélgettünk erről a kialakult helyzetről, hogy nem is tudom, hogy mondjam, akkor egy kicsit ugorjunk vele ebbe a 40A felújításba. Ugye itt a legnagyobb anomália jelenleg, hogy ugye le lesz zárva. Tehát 2018 márciusától 2019 augusztusig, azt hiszem a 40 ának az érd elágazás kelemföld szakasza ki lesz zárva. Hát az elég nagy szíves. <laughs> a probléma az egészen az, hogy nincsen összeköttetés, ahonnan a, mondjuk a 30-asról át tudná menni a 40 ára. Ez a 40 a felújítás részeként fog megépülni, de ezt ugye megint csak nagyon pontos tervezés, ezt az egész balhely előtt meg kellett volna csinálni. Tehát ugye ezt az összekötő vágányt, ezt úgy kell elképzelni, hogy ez érd elágazástól nagyjából. Mindjárt megnézem itt a weboldalon a képet. Azt mondja, hogy telepítés. Tehát igen, nagyjából érd elág... nem. Érd meg szét a 30-as, meg a 40-es, bocsánat. Szóval érd alsó állomásból, ki fog ágazni egy vonal, ez a 40-es, a 30-ával párhuzamosan fog haladni, folyamatosan emelkedve, és ugye ahol a, 30 a 30A mellett van egy ilyen töltés, és megy le levágásban a két vágány, ugye a 40 ának a hídja alatt. Na ott a, ez az összekötő vágány, ez már a töltésen fog haladni, ugye azért, hogy majd érd előtt, ugye érdállomásnak itt ismeri, azt tudja, hogy ott van egy vasúti híd, ugye alatta egy. alatta pedig a közút. És itt most nem arra gondolok, ahol a vasút átmegy alatta, hanem közvetlenül állomásnál, ugye érd elágazás felé. Van egy ilyen kis híd, ami már jó régóta 40-es. És ott fog becsatlakozni egy új híddal, aminek egyébként jól láthatóan megvan a helye a 30-as érd, Tehát érde ha ez a vágány meg lenne, mire a kelemföld érdelágat kizárják, akkor viszonylag idézőjelben kis ugye a 40 ának a vonatait meg lehetne oldani. Csak hát ugye ez az egész balhé, majd akkor fog megépülni, amikor vége lesz a vágányzárnak. Tehát egy logika az nulla, és ugye ennek az a... És ugye azt a problémát megint nem oldja meg, hogy ugye a 30 -e ugyanúgy Kelenföldre földre fut be. Tehát mondjuk a Dufi rajka vonatok, vagy a Dufi hegyes halom vonatok ugyanúgy kapacitást fognak csökkenteni Kelenföldön, mert ugyanúgy körbe kell velük járni, sőt, hogyha spúra vasútársaság, akkor még nem tud az elejére, végére védőkocsit rakni, hanem egy védőkocsi jön, és akkor a védőkocsit is körbe kell járni. Tehát olyan minimum két órá kell kellem földön a vonatnak ez a, ez a művelet. Tehát én továbbra is azt mondom, hogy jó, jó, de akkor is kellene valahol valahol érdelág magasságában, ugye, hogy fel lehet hozni a 30-ról tárnokról a 40 ára a vonatot, és akkor utána valahonnan ott diós, nagy tétény dióst, vagy, vagy háros környéken kellene csinálni egy deltát az egyes vonal felé, és akkor ez, ez megoldaná a problémát. De ez a jelenlegi terv, ez annyira nem. Szóval tré. Akkor a másik része, ugye, ami a Kelenföld puszt szabolcs vasútvonal átépítése dolog. Uh, ugye itt egyrészt lesz ez a másfél éves vágányzár, és azt nem értem, hogy miért nem tudják uh, nagy tétény, hogy nem nagy tétény, mi az? Hol van most vágányzár? Hirtelen akartam mondani. Budafok, Albert, nem, Albert lejjebb van, Budafok szerintem az a megálló, de majd mindjárt megnézem nektek. Azt mondja, hogy Nap mint nap ott megyek el, hopp, másik billentyűzet, és még sem tudom megmondani. Tehát eleve vágányzárak vannak, és akkor még háros föld között még kizárnak még egy vágányt, mert nem lesz jó vágányzárban felújítani azt a rohadt megálló helyet. Nem, azt most kell a vágányzár előtt. Tehát azt mondja, hogy 40-es volna, vasútvonal. Mindig elfelejtem a megállónak a nevét egyébként. Kelemföld, Pécs, bla bla bla, Budatétény megállóhely. Igen, Budatétény. És itt van az a baj. Bocsánat! Szóval itt van az a baj, hogy most budapest téténynél ugye vágány zárva van, és egy háros Kelemföld között is egyvágány van, meg ott lejjebb is egy csomó egyvágányozás van. És ez így e, tré. Tehát ezt miért nem lehetett megcsinálni akkor, amikor amúgy is van egy másfél éves vágányzár, ezt miért kell előtte megcsinálni. Itt igazából arról van szó, hogy peront föl, meg beraknak egy perontetőt ugye a 30-ának meg a 40-ának a közös peronjára, mert ott ugye a 30 a jobb vágánya, meg a 40 ának a bal vágánya, az ugye közös peronon van. Tehát oda csinálnak egy perontetőt, meg ugye csinál, megcsinálják rendesen a megállót a 40 és akkor utána másfél évig vágányzár. Tehát ezt miért nem lehetett ott megcsinálni, könyörgöm. Na de akkor ugye a 40 felújítása tovább. Ugye itt van arról szó, hogy lesz egy elkerülő vágány, és ugye sokan nem tudják, hogy hol. Most itt van előttem ez a niffes rajz, ami azt mutatja, ha megpróbálom nektek berakni, így, azt mondja, hogy nem tudom, hogy a 720p miatt mennyire fog látszódni, de azért megpróbálom nektek hozzáadni, hogy lássátok, hogy miről beszélek. Meg akkor megmutatom majd a, a 40 ának a rajzát is. Azt mondja, hogy bla bla bla, ablakfelvétel. Ablakfelvétel néven tökéletes lesz. ha Ott van az ablak. Ja, már nem ablak, mert teljes képernyő van. Mégse. Jó, azt innen kitöröljük. Ez nem az, amire én gondoltam. Na. Töröld már. Eltávolítás. Igen, biztos vagyok benne. Szóval még egyszer. Elavult szöveg, videó rögzítő szöveg, GDR plusz média forrás, színforrás, média forrás, bla bla bla. Hát baszki, akkor lesz kijelző felvétel. És ugye akkor most egy kicsit. És akkor azt kell mondani, hogy alakítás, képernyőzigazítás, igazítás, úgy. És akkor most ha ezt lecsukom, és ezt itt mutatom, akkor elvileg ezt most látjátok. Úgy. Igen, láttátok. Szóval, ugye itt van a nyomvonal, amit átépítenek, és ugye itt lesz az, hogy értől, ugye ideig megcsinálják. Ideig megcsinálják most, és akkor a nagy vágányzárban lesz ez megcsinálva, hogy ugye 100 halom mattától puszti szabolcsig megcsinálják, meg ahogy látom, itt ilyen mindenféle delták lesznek puszti szabolcsnál. De ugye a lényeg az, hogy azt mondták, hogy halom halombatta és elcsi elágazás között épül egy új vágány. Na most ez nem halom halombatta, hanem Dunai finomító. Tehát, hogy elnézem én itt a rajzot, akkor Dunai finomító állomásból jössz, lesz egy kiágazás, és ez lesz itt a 160-as elkerülő vágány. És ahogy nézem, itt a rajzot, ugye, hogy ről kimegy a vasút, először van egy jobbos ív, utána lesz egy balos ív, és akkor utána a balos ívnél lesz egy a balos ívnél fog visszacsatlakozni a 160-as vonal, és az lesz a ercsi elágazás, itt ez, ez a rész itt. És akkor ugye még ehhez jön hozzá, hogy ugye ez a régi szakasz, ezzel nem lesz semmi kezdve. Tehát azt meg is mondták, hogy a korlátozott forrásokból rendbe lesz téve a régi szakasz. Tehát gyakorlatilag gondolom a személyi vonatok be fognak menni Ercsi felé. Az összes többi meg menni fog ezen a szakaszon. Most a korlátozott forrásokból rendbetétel az szerintem állag megóvást fog jelenteni. Tehát ez meg fog maradni százasnak. Vagy 120 mit tudom én. Az majd kiderül, és hogy ezzel az új vágányjal lesz 160-as végig. De ugye először megcsinálják érdelágazásig az egészet, gyakorlatilag ö, teljesen új vágányt fognak építeni. És akkor itt van a telepítési rajz, ugye látjátok, ez a zöld eljelölt. Ugye itt van érdelág, itt megy le a 31-es vonal, ez a 40-es vonal, és ez a 30 elvonal. vonal. Tehát ezek a meglévők. És ezt a zöld vonalat kell nézni, ez lesz az összekötő vágány, amiről az elején beszéltem amire szükség lenne az egész átépítéses hurca előtt. Na, ennyi. Úgyhogy szépen kikapcsoljuk a képernyőfelvételt, úgy, és akkor ismételten itt vagyok. <laughs> Csak tudnám, hogy miért ilyen szar most a kamera, miért ilyen sötét. Gondolom, hogy fehérek voltak az eddigi, ö, eddigi képernyők, arra volt ráva, és most ugye amiatt egy kicsit sötéten vagyok. Na, szóval ezt a 40 el felújítást megint nem sikerült jól összehozni, de nem is lepődök meg rajta. És ugye valamelyik vasutas csoportban volt linkelve egy cikk, ahol az egyik önkormányzat írta egy levelet a MÁV-nak, MÁV, MÁV vezérigazgatóságnak, hogy ugyan adjanak már legyenek oly kedvesek tájékoztatást arról, hogy mi a büdös franc lesz a pótlás alatt, milyen buszok fognak járni, hogy fog ez az egész kinézni. Erre a máv, amit én most itt nektek megmutogattam, ez szépen bekopiszta, természetesen ilyen öt oldal terjedelemben, szépen leírta a levélben, és a végére oda bigyeztette, hát, hogy nem tudjuk, hogy hogy lesz a pótlás, mert az NFM még nem közölte a részleteket ember, november 21-e van. Jó, mondjuk ez a cikk, ez november elején jelent meg valamikor. De akkor is, négy hónappal a vágányzár előtt fingotok nincs oda, hogy, hogy fogtok pótolni. Honnan lesz rá busz? Tehát uh, intercity vonatok hogy fognak járni? A személyvonatok honnan fognak indulni? Tehát így értétek, totál káosz az egész. És uh, Na mindegy. Tehát az Intercity vonatokra nekem az a tippem, hogy szépen a 30-án le fognak venni fehérvára. Fehérváron rápattítják a végére a csörgőt, szépen áthúzza puszta Szabolcsra. Szabolcson leakad a végéről a csörgő, szilincsát fel, aztán gópécs. Tehát ez szerintem így lesz itt megoldva. A személyvonatokra meg hallottam olyan verziót is, vagyis hát olvastam olyan verziót is, hogy lemegy tárnokra a vonat a 30-án, ott irányt vált, fölmegy érdelekbe vagyis hát ért felső megállóhelyre, ott megint irányt vált, és úgy megy le tovább. Gyönyörű. Tehát ezzel az a probléma, hogy a 30 ára rá lesz rengeteg személyforgalom a jelenlegin felül, ami most sem gyenge. És ez igazából nem most lesz majd gond márciusban, hanem majd a nyári menetrendben, amikor egymás segébe lesz vonatok. És majd megint nem lehet tehervonattal közlekedni. előrejelezem, gyönyörű lesz. Tehát megint nem értem, hogy ezt, azt a rohat összekötő vágányt miért nem tudtátok előzőleg megépíteni. De nyilván a jelenlegi helyzeten nem segítene, mert ha érdelágig ki, zárva, érdelágig ki van zárva, maga a, a vágány, vagy a vasútvonal, akkor ez nem jó. Tehát itt igazából megint az van, hogy egy olyan Mondjuk ez nem már, igen, ez most megoldás jelen, bocsánat, mindig keverem. Tehát ez most ugye érd alsótól menne át érd megállóhely, vagy érd vasútállomásra. Ez addig működne, amíg ugye az érd alatti rész nem lesz kizárva. Mert ugye ott meg lesz csinálva az a összekötő, vagy ez az, az elkerülő vágány. És mondom, ha az elkerülő vágányt megcsinálták, akkor uh, utána már ugye a vágányzárak, amit ugye ott a régi meglévő na most magához tért a kamera, köszönöm, akkor ott a meglévő cucca, vagy a meglévő felújítás már nem fogja zavarni, mert ugye akkor maximum elcsi egy darabig kimarad. De utána elcsitől puszta szabolcsik szerintem, ha egy lesz, akkor Szóval igazából ennek az összekötővágánynak tényleg akkor lenne értelme ennek az érd alsó érd összekötővágánynak tényleg akkor lenne értelme, ha megcsinálnák az egész felújítás előtt, megcsinálták volna, inkább így fogalmazok, de nem sikerült nekik. Tehát ezt az egészet majd akkor fogják megcsinálni, amikor 20 szabolcsik kész van a dolog. Tehát ez a... Ez az is érdekes egyébként, hogy gyakorlatilag Dunai finomító megálló hely, Dunai finomító állomásból ki fog ágazni egy gyakorlatilag teljesen egyenes vágány Ercsi És akkor a régi pálya, meg gondolom a mostani lassú jelekkel, meg mindenekkel szépen meg fog maradni. Ugye Ercsi átmenőben is van 80-as, meg a bejáraton 60-as, meg ilyenek. Tehát azért minden személy aki jó az. Igen, tehát erről beszéltem, ehhez a hozzáállásról. És hát nem tudom, hogy ez az egész mennyire fog utassérelmet okozni. Nagyon. Aladjunk annyiban, hogy nagyon, illetve nem láttam, hogy hogy lesznek átépítve az állomások. Erős a gyanú, hogy megint lesz egy csomó féltökű állomás, amin, mit tudom én, csak az egyik végén lehet átmenni a jobb vágányról a bal vágányra. A legjobb példa erre Tata. Mert ugye Tatának a végponti végén van egy nagy sebességű váltó, tök jó, de csak a jobb vágányról tudsz átmenni balra. Ha a bal vágányon érkezel Tatára, akkor lehet menni almás a bal vágányon, mert nincs vágány kapcsolat a állomásnak a végponti végén arra, hogy áttegyen a helytelen vágányról a helyesre. Tehát így <laughs> Sporoltunk egy váltót, és utána szopunk a vágányzárakkal. Tehát könyörgöm. Tehát, na, Ennyit akartam hirtelen hirtelenében mondani, közel 25 percben. <laughs> Köszöntem szépen, hogy végig szenvedted itt az agymenésemet. Ugye, ha tetszett a videó, vagy bármi hozzászólásod van, akkor majd szépen Youtube-on, hogy ide le tegyél megjegyzéseket, kultúrát formában, mert az anyázást törölni fogom, mondtam. És <kül> hát akkor legközelebb találkozunk majd még annyi, hogy lesz a fejem egy feliratkozó gomb, meg itt lesz két ajánlott videó, valahogy így, azokat is nézzétek majd meg, ha van kedvetek. Szóval még egyszer köszöntöm szépen a figyelmet, szavaztok!